Kedves felhasználó, soron következő oktató videómban néhány Word és Forms tippet és trükköt szeretnék bemutatni. Az első, amit szeretnék megmutatni a Word-ben, ez az úgynevezett fókuszmód. Ezt a nézett szalagon találhatjuk. Ha erre rákattintunk, akkor minden eltűnik, csak maga a dokumentum lesz a fókuszban, ugyanígy ki is tudunk lépni ebből. A következő dolog, amit szeretnék megmutatni, az az editor. Ez egyfajta új generációs helyesírás ellenőrző, a kezdőlap szalag végén találjuk a szerkesztőt, vagy a véleményezés szalag, illetve a kezdőlap szalag végén, vagy a véleményezés szalag elején. Ha rákattintunk, akkor kap is mindjárt egy pontszámot a dokumentumunk, és alatta találhatjuk majd a javaslatokat. Ugye nyelvtan, érthetőség, központozási szokások, szóválasztás, illetve tömörség, és akkor ahol hibát talált, ott rákattintunk, és fölajánlja a helyes megoldást. Illetve itt még lentebb találunk egy olyat, hogy az online forrásokhoz való hasonlóság keresése. Ez egyfajta plágium ellenőrző. Elég megbízható egyébként, úgyhogy érdemes kipróbálni ezt is. Következő az oldalszámozás. Ugye gyakran szokták tőlem kérdezni, hogy lehet úgy beszámozni egy dokumentumot, hogy ne az első oldaltól induljon a számozás, hanem mondjuk a második vagy a harmadik oldaltól. Nézzünk erre is egy példát. Ugye kattintsunk duplán az élő fejre, vagy az élő lábra, attól függően, hogy hova szeretném betenni az oldalszámot. Majd itt a megjelenő élő fej és élő láb szerkesztő környezet függő parancslapon. Az elején megtaláljuk az oldalszámot, mondjuk jobb oldalra tegyük be. Majd ugyanitt kattintsuk azt be, hogy első oldal eltérő. Ilyenkor el fog tűnni innen az egyes, és akkor a másik oldalon ott lesz a kettes, hát hogyan lehet megoldani, hogy ott ne kettes legyen. Ugyanitt az oldalszámok formázását választom, és kezdő sorszámnak az egyes helyett megadom a nullát. Leokézom, most már kiléphetünk a élőfej, élőláb szerkesztőből, és más, és ahogy amint látjuk, a második oldaltól indul a számozás. Na most mi van akkor, hogyha mondjuk a harmadik oldaltól szeretném indítani? Ez azt kell csinálnunk, ez már egy kicsit bonyolultabb, hogy ha mondjuk a harmadik oldaltól szeretném indítani, akkor ugye a második oldal végére állok a kurzorral, és az elrendezés szalagon a töréspont parancsot legördítem, és azt kell választani, hogy következő oldal. Utána a beszúrás szalagon kiválasztjuk, hogy hova szeretnénk tenni a számozást, az élő fejbe vagy az élő lábba. Hát én maradok az élő fejnél, és itt válasszuk a fejlét szerkesztése parancsot. Az élő lábnál ugyanígy járunk el, csak akkor a lábléc szerkesztését választjuk. És a megjelenő parancslapon deaktiváljuk a csatolás az előzőhöz parancsot, majd itt az oldalszámnál az oldalszámok formázását, ahogy az előbb is, választjuk, és a kezdő sorszámnak megadjuk ugye az egyest. Majd ugyanitt beszúrjuk az oldalszámot.
kilépünk ebből a szerkesztőből, és ha most megnézzük a dokumentumot, első oldalon nincs sorszám, a második oldalon sincs oldalszám, és a harmadik oldaltól indul a számozás. Következő, hogyan lehet azt beállítani, hogy ugye, hogyha megnyitjuk a Word-öt, akkor általában, sőt, hát gyakorlatilag az alapértelmezett beállítás az ugye kalibri 11-es méret. Hogyan lehet beállítani, hogy ne ezzel induljon el a Word? Tehát meg kell nyitnunk a betűtípus ablakot, ugye ezt a Ctrl D billentyű kombinációval meg tudjuk tenni, és itt kiválasztjuk a nekünk szimpatikus betűtípust. Hát például most én most visszaállítom erre a kalibrire. Pardon, nem kellett volna becsukni. Igen. És 12-es méret, az rendben van. És utána itt alul azt mondom, hogy alapértelmezés. És a megjelenő ablakban fontos, hogy kattintsuk be, mert nem ez az alapértelmezett, azt, hogy a normál sablon alapján készült összes dokumentumhoz okézzük le. És most, hogyha kilépek a Word-ből, és újra elindítom, akkor most már ebben a betűtípusban, betűméretben fog elindulni. További beállításokat el tudunk végezni, hogyha a bekezdés ablakot megnyitjuk, és itt is alapértelmezetté tudunk tenni még néhány beállítást. Például, hogy a sorköz milyen legyen, vagy a térköz milyen legyen, vagy az igazítás milyen legyen, és utána rákattintok arra, hogy beállítás alapértelmezetként. Következő. Sokszor előfordul, hogy van egy hosszabb dokumentumunk, amiben van egy táblázat valamelyik oldalon, és a táblázat úgy fér el kényelmesen, hogyha azt az oldalt fekvő tájolásúra állítom, viszont ugye a többi oldalt nem szeretném, hogy fekvő legyen. Hát nézzük akkor erre egy példát. Mondjuk én azt szeretném, hogy most ez a második bekezdés, a példa kedvéért ezen fogom megmutatni, ez egy fekvő oldalon legyen. Ehhez először is a nézett szalagon kattintsuk be a vonalzót, mert alapértelmezetten ez nincs aktiválva, és itt ezen a vonalzó elején van ez a szürke rész, erre kattintsunk duplán, és a megjelenő ablakban itt alul az oldalszámozásra kattintsunk, és válasszuk az álló helyett a fekvőt, okézzuk le, és itt a hatókörnél válasszuk azt, hogy az aktuális ponttól. Majd értelemszerűen a következő bekezdéstől ugye ezt állítsuk vissza, tehát ugyanúgy járunk el, itt akkor most az állót választom, szintén a hatókörnél aktuális ponttól, leokézom, és akkor így most az első oldal álló, második fekvő, harmadik megint álló. Következő, hogyan tudunk, nyitok egy újat, hogyan tudjuk azt megoldani mondjuk, hogy vizuálisan is élesen el akarok választani egymástól képbekezdést. Nagyon egyszerű, ide állok a bekezdés elejére, beírok 3 kötőjelet, Enter ütök, és akkor ide itt fog, a Word fog húzni egy vonalat. Hogyan lehet ezt eltüntetni? Mivel tulajdonképpen ez egy szegély, ezért ide kattintok a sor elejére, és itt a kezdőlap szalagon a bekezdés csoportban azt választom, hogy nincs szegély.
következő viszonylag új keletű a Word-ben, hogy van a Word-nek egy olyan, tulajdonképpen egy beépített böngészője, amit a hivatkozás szalagon találunk, és arra névre hallgat, hogy kutató. Így gyakorlatilag ez a filológiai hivatkozás rendelkészítésében nyújt nagy segítséget, mert ugye, hogyha neten rákeresek valamit, és ugye idézem az adott dokumentumban, mondjuk egy szakdolgozatnál, vagy egy egyéb házi dolgozatnál, ugye a filológiai hivatkozás rend az fontos. Mondjuk keressünk le a lorem ipsumra. Rákattintok az első találatra, és hogyha nekem ez a szöveg szimpatikus, akkor kijelölöm, és itt megjelenik, hogy hozzáadás és idézés. Ilyenkor ugye a hivatkozást is be fogja rakni a végére, zárójelben. De olyat is tud, hogy én mondjuk írtam valamit a lorem ipsumról, vagy bármiről, és ugye mondjuk egy weboldalról foglaltam össze az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, például mondjuk innen, és itt megjelenik ez a kis plusz jel a jobb felső sarokban, ki is írja egy forrás hozzáadása idézetként. Rákattintunk, és szintén a szövegen belüli hivatkozást helyettünk elintézi a Word. És ennek az is nagy előnye, hogy ugyanitt, ha az irodalmi jegyzéket legördítem, majd a dokumentum végén rákattintok, és automatikusan megcsinálja nekem a bibliográfiát. Úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A következő, amit szeretnék megmutatni, hogy a Word-ben is vannak függvények, nem csak az Excel-ben. Például itt van ez a táblázatom, és szeretném összeadni ezeket a számokat, hogy kiírjam ide a végösszeget. Ugye, ha belekattintok a táblázatba, akkor megjelenik a táblatervező és az elrendezés környezetfüggő parancslap. Az elrendezésre kell rákattintani, és itt a végén találjuk a függvény, a képletek parancsot jobban mondva. Rákattintok. Ugye a Word érzékelni is fogja, hogy az adott oszlopban fölött a számok vannak, és föl is ajánlja, hogy adja össze a fölötte lévő számokat. De egyébként itt ki tudok választani egyéb függvényeket is. Tehát most például össze fogja adni. De mondjuk, ha mondjuk én mondjuk átlagot szeretnék számítani, akkor ugye arra is van lehetőség. Ugye akkor azt mondom, hogy átlag, ide beírom, hogy fölötte lévő számokra, és akkor az átlagot számolja ki. Következő szintén nagyon hasznos parancs a Word-ben. Gyakran elő szokott fordulni, főleg a hosszabb dokumentumoknál, hogy véletlenül az utolsó oldalra már csak egy bekezdésnyi szöveg, vagy olyan is előfordul, hogy átcsúszik egy szó vagy egy mondat, és hát az ugye az nagyon csúnya. Tehát az úgy nem maradhat. És van egy olyan parancs a Word-ben, nézzünk erre is egy példát. Ez is egyébként egy függvény, ugye ez a függvény a lorem ipsum szöveget generálja le, ugye két paramétere van, két szám, ugye az első szám az a bekezdések számára utal, majd vesszőt kell tenni, és a második szám az pedig azt határozza meg, hogy az egyes bekezdésekben hány mondat legyen. Tehát ugye most az adott betűtípusban a lorem ipsum szöveget fogom legenerálni, 17 bekezdés,
és mindegyik bekezdésben 10 mondat lesz. Jó, egyébként a lorem ipsum ugye ez egy latin betűkből álló értelmetlen szöveg, amit ugye a különböző betűtípusok legjellegzetesebb tulajdonságainak bemutatására találtak ki. Az a lényege, hogy ezek a tulajdonságok a lorem ipsumban lévő betűk és betűközök, ezen betűk és betűközök kombinációjában érvényesülnek a legszebben. És ugye nem véletlenül értelmetlen szöveg, hogy ne is a tartalomra koncentráljunk, hanem az adott betűtípus esztétikus megjelenésére. Jó, meg arra is jó, hogyha mondjuk szövegszerkesztést szeretnénk gyakoroltatni, és nem szeretnénk valahonnan bemásolni valamilyen szöveget, akkor ezzel gyorsan le lehet generálni egy sima, egyszerű, nyers szöveget. Jó, tehát ugye most itt az utolsó oldalon már csak egy bekezdésben van, és akkor itt ha beírjuk a keresőbe, hogy egy oldallal kisebb, nem is kell végigírnom, rákattintok, és a Word át fogja úgy formázni a dokumentumot, hogy egy oldallal kevesebb legyen, tehát el fogja tüntetni azt a átnyúló mondatot, vagy bekezdést, vagy szót. Következő a szövegből táblázat. Mondjuk, van nekem egy tabulátorokkal tagolt szövegem. Nézzünk gyorsan egy példát. Ugye ezek lesznek az oszlopfejlécek. Kijelölöm a szöveget, majd itt a beszúrás szalagon táblázatot legördítem, és azt mondom, hogy szövegből táblázat. Leokézom, és táblázattá alakította a Word. Következő, ez a formázás másoló. Ugye ez azt tudja, visszatérve az egyik dokumentumunkhoz, nem tudom már melyikhez. Jó, ez is jó lesz. Mondjuk én most ezt a részt itt egy kicsit át fogom alakítani más betűtípusra, más méretűre, más színűre. És itt a kezdőlap szeleg elején van ez a kis ecset ikon, erre rákattintok, és utána bárhova kattintok a dokumentumba, akár egy egész sorra is kattinthatok, akkor ugyanúgy tulajdonképpen az adott formázást másolja át egy általam kiválasztott helyre. Jó, akkor térjünk át a Forms-ra. Az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy viszonylag új funkció. Ugye eleve érdemes egyébként a forms.office.com-ot elmentenünk a kedvencek közé. És ugye, hogyha be vagyunk jelentkezve az Office 365, illetve hát most már Microsoft 365 fiókunkba, akkor ugye ez a kép fog bennünket fogadni. Itt érdemes megnézni ezeket a sablonokat is, de el is lehet rejteni, hogyha valakit zavar. És akkor itt ugye, itt az alapértelmezett ugye a legutóbbi, itt találjuk a saját űrlapjainkat. Most már hál' Istennek lehet ilyen gyűjteményeket is készíteni. Ezek tulajdonképpen olyanok, mint a mappák. Tehát ugye kicsit rendet tudunk rakni a formzeink között. Mondjuk témakörök alapján csoportosítani tudjuk őket. Tehát van ilyen, hogy velem megosztott, meg kedvencek.
Na, tehát az első dolog, amit szeretnék megmutatni, hogy lehet importálni, ugye ez a gyors importálás, itt tulajdonképpen ugye Word vagy PDF formátumban, meg is mutatom, ez így néz ki. Tehát, hogyha Word-ben elkészítünk, vagy van nekünk a Word-ben valamilyen feleletválasztós tesztünk, lényeg az, hogy a kérdés az számozva legyen, a válasz lehetőség pedig betűzve. És akkor ezt tudjuk importálni. Ugye itt belekattintunk ide, kiválasztjuk ezt. Itt utána eldöntjük, hogy űrlapként vagy tesztként szeretnénk. Hát értelemszerűen ugye most a tesztet fogjuk választani. Kicsit elszöszöl vele a Forms, majd felülvizsgálat indítása, és látjuk, hogy szépen importálta. Tehát nekem most már csak az a dolga, hogy megadjam, melyik a helyes. Megadjak rá pontszámot. A következő, amit szeretnék megmutatni, hogy lehet olyat csinálni. Csináljunk egy új tesztet, hogy mondjuk én szódolgozatot szeretnék kiratni, és azt mondjuk gyümölcsökből, és azt mondom, hogy körte. És a diák feladata ugye, hogy beírja angolul azt, hogy körte. Itt meg tudom adni a megfelelő választ. Hozzáadom. Természetesen pontszámot is adok rá. És ugye ilyenkor azt csinálja a Forms, hogy össze fogja vetni a beírt választ azzal, ami az adatbázisban van, és ha egyezik, akkor ad rá pontot. A következő ilyen űrlap elem tulajdonképpen, amit szeretnék megmutatni, az ugye itt nincs szem előtt, de itt, hogyha rákattintunk erre a kis legördülő nyilacskára, a rangsorolást szeretném megmutatni. Mondjuk azt mondom, hogy tegye sorrendbe, kezdje és akkor itt azt mondja, hogy lehetőségek listázása a megfelelő sorrendbe. Jó, hát akkor ugye kezdjük a legmélyebbel, mondjuk nagybőgő. Vagy cselló, azt is írhatjuk, mindegy. Azt mondom, hogy brácsa, vagy mélyhegedű, és hegedű. És ha megnézzük az előnézetet, akkor ugye össze fogja keverni, és akkor itt ezeket a nyilakat használva, ugye a nebuló dolga az lesz, hogy a megfelelő sorrendbe tegye, ahogy a kérdés föl van téve. Persze itt is fontos, hogy adjunk rá pontot. A következő a Likert, hát ezt főleg az ilyen űrlapoknál, például az ilyen közvéleménykutatások vagy elégedettséget mérő kérdőívekben szoktuk használni. Ez a Likert skála. Mutatok erre egy konkrétabb példát. Ez így néz ki mondjuk. Itt is ugye természetesen hozzá tudok adni, pardon, nem erre gondoltam, újabb oszlopokat, újabb sorokat tudom bővíteni, vagy kisebbre venni. Ugye itt erre a kis kuka ikonra kattintva azt mondom, nekem elég ez a négy. Következő a fájlfeltöltés. Ez is egy nagyon hasznos. Pardon. Kattintottam.
ugye el tudom dönteni, hogy hány, mennyi, ugye 1-től 10-ig fájlok maximális száma, a méretet is meg tudom határozni, ezek közül lehet választani, illetve itt még be tudom állítani a fájl típust is. Például azt mondom, hogy csak Word dokumentumot engedek föltölteni. Arra is fölhívom a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy ez a funkció ez csak akkor érhető el, hogyha a szervezeten belüli személyeknek küldöm ki. Tehát ugye itt látszik is, hogy most, hogy beraktam ide ezt az űrlapelemet, ha bárki válaszolhat, az nem aktiválható. Ugye ez azért van, mert a OneDrive-ra ment. Tehát ugye, ha ilyet küldök ki, akkor azt tudnunk kell, hogy csak a szervezeten belüli személyek válaszolhatnak az ilyen űrlapra. Függetlenül attól, hogy kötelező vagy nem kötelező ez az elem. De ha ezt innen kitöröljük, akkor már tudom aktiválni a bárki válaszolhat rádió gombot. Csak a szervezeten belüli személyek, ugye ez az alapértelmezett, név rögzítése, az is alapértelmezett, és a személyenként egy válasz is egyébként alapértelmezett. Jó. Aztán szintén egyébként, ha már itt vagyunk, ugye újdonság ez az időtartam beállítása, de erre majd még visszatérek. Következő űrlapelem a Net Promoter. Ez a ügyfélelégedettségi mérőszám, ugye egyáltalán nem valószínű, nagyon valószínű, és akkor 0-tól 10-ig lehet ugye osztályozni. Na, akkor a következő lehet készíteni olyat is, hogy például be tudok tenni szakaszokat. Ide beteszek még egy kérdést. Ez akkor jó, hogyha mondjuk ilyen tematikus tesztet szeretnék összeállítani. Például azt mondom, hogy mondjuk ide tegyünk be egy új szakaszt. Legyen ez akkor az első szakasz. Itt azért jelenik meg az, hogy szakasz 2, mert ilyenkor automatikusan az elejére be fog tenni a Forms egy szakaszt, és az lesz a szakasz 1. Jó, ide meg mondjuk írjuk be, hogy válasszon szakaszt. És akkor ide beírjuk, hogy szakaszok, ide beírjuk, hogy szakasz 1, ide meg beírjuk, hogy szakasz 2. Jó, és akkor mondjuk, hát ide tegyünk be még egy szakaszt. Persze ennek akkor van jelentősége, hogyha mondjuk van egy hosszabb tesztünk, és mondjuk, mit tudom én, mondjuk az első 20 kérdés az egy adott témakörrel foglalkozik, a következő 20 egy másikkal, jó? Tehát mondjuk ide akkor tegyünk be még egy szakaszt. Akkor ugye ez lesz a második szakasz. És akkor itt az elején ehhez, ami az első szakasz után van, ez a szakasz választó igazából,
itt kattintsunk arra, hogy elágazás, hozzáadása, és akkor itt ki tudjuk választani, hogy az az űrlapunknak melyik részére ugorjon. Ugye lehet a végére menni, lehet egy konkrét kérdéshez menni, de lehet egy szakaszhoz is menni. Tehát ugye a szakasz 1 menjen az első szakaszhoz, a szakasz 2 meg a második szakaszhoz. És ha megnézzük az előnézetet, hát ez így fog kinézni, mondjuk kiválasztom a második szakaszt, és akkor oda fog ugrani a forms. Most meg az első szakaszhoz ugrott. Jó. Akkor, ahogy az előbb mondtam, itt a beállításoknál szeretném még fölhívni a figyelmet néhány dologra. Például van ez az időzítő, ez itt le is írja, hogy a válaszadó a megadott idő alatt töltheti ki az űrlapot, az időzítő lejártát követően a szerkesztés nem engedélyezett. A válaszokat a rendszer automatikusan beküldi, amikor az időzítő lejárt. Ez is egy jó dolog. Illetve ha vannak szakaszok az űrlapon, akkor ez a folyamat jelző sáv is aktiválható. Ha nincsen, akkor nem aktiválható. Tehát például mindjárt nézzünk egy olyat, amiben nincs. Például ebben nincs. Itt, ha megnézzük, akkor ezt nem tudom beaktiválni. Ugye itt írja is, hogy ez csak több oldalas felméréshez, űrlaphoz vagy kvizekhez érhető el. Tehát ez azt csinálja, hogy egy ilyen kis vizuális visszajelzést ad a felhasználónak arról, hogy éppen hol tart. Így néz ki. Jó. Akkor a következő van lehetőség arra is, hogy megkeverjük a kérdéseket. Például, ugye mutatok is erre is egy példát, kérdések sorrendjének megkeverése. Igen, ha vannak szakaszok, ha több oldalas a kvíz, akkor ez a funkció nem elérhető, de ja, ezért nem láttam az előbb, mert eltakarta az a kis szövegbuborék. Tehát ha nincsenek benne szakaszok, akkor ezt is lehet aktiválni, sőt, azt is be lehet állítani, hogy melyik kérdésre, például mondjuk azt szeretném, hogy az első két kérdést azt ne keverje meg, akkor itt beállítom, hogy 1-2. És akkor ezeket zárója. Ezekre nem fog vonatkozni a kérdések sorrendjének összekeverése beállítás. Jó. Jó, igen, ezt megmutattam. Akkor a következő nagyon hasznos dolog. Van egy ilyen, hogy együttműködés vagy duplikálás. Itt tudok olyan hivatkozást generálni az adott űrlaphoz vagy quizhez, amit ha elküldök egy kollégának, ő is tud rajta dolgozni. Tehát ilyen együttműködési hivatkozás. Illetve meg tudom osztani a sablonként, tehát hogyha itt ezt kérek egy ilyen megosztás sablonként, és ezt elküldöm ezt a hivatkozást bárkinek, akkor belépve az ő fiókjába, ide a címsorba ezt bemásolja, akkor felajánlja a Forms, hogy ebből csinál egy másolatot. És itt is van. Zárójelbe oda is teszi, hogy ez egy másolat.
így meg tudjuk osztani egymással az elkészült űrlapjainkat, vagy kvízeinket. Ezt nagyon sokan kérték, ezt amit most mutatni fogok, hogy ki lehet nyomtatni PDF formátumban, most már az űrlapokat, illetve a kvízeinket, és akkor papír alapon is meg tudjuk osztani bárkivel, vagy PDF formátumban értelemszerűen. Aztán szintén viszonylag új dolog, itt a válaszok gyűjtésére kattintunk, most már tudunk rövid URL-t generálni, illetve rögtön el tudjuk küldeni az Outlook-on, vagy a Teams-en keresztül, vagy akár mindkettőn keresztül, vagy egy adott személynek e-mailen. QR kódot is tudunk generálni hozzá, ugye okostelefonnal, ugye beszkennelve ezt a QR kódot. Ez tulajdonképpen ezt tárolja az adott űrlapnak a URL-jét. Be is tudjuk ágyazni weboldalba. Illetve van ez a úgynevezett, mindjárt ezt is megmutatom. Ez itt a válaszoknál, hogy valakinek el tudjuk küldeni ezt az összesítő hivatkozás megosztása. Ugye itt tulajdonképpen a kimutatást tudjuk megosztani másokkal. Ráadásul, hogyha jönnek időközben új válaszok, akkor ez automatikusan frissülni fog. Jó, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, ezeket szerettem volna megmutatni.